Hentélyi hírösszefoglaló a Juventuson. 25 magyar rádiónak készített hírösszefoglalót a Strategopolis Kft. A céget Girószász András alapította. Egyszer már eladta a cégben lévő részesedését, aztán visszavásárolta. 2014-ben, amikor kommunikációs államtitkár lett, ismét eladta. Most pedig, hogy távozott a kormányból, újra visszavette. Igaz, pénzt most nem fizetett érte. 2014-ben ugyanis, amikor másodszor eladta a 61%-os tulajdonrészét, a vevőtől nem pénzt kapott, csak egy 600 millió forintról szóló váltót, vagyis egy adósságlevelet. És most csak annyit tett, hogy lemondott a követeléséről, azaz a 600 millió forintról. Így visszakapta a cégben lévő tulajdonrészét, de már nem 61, hanem 70%-ot. Azt mondja azért, mert a cég már kevesebbet ér, mint tavaly. A kormány megalakulása óta a közteherviselés elképzelését tűzi középpontba. Az adófizetésről beszélt egy régebbi tájékoztatón Girószász András. Ő azonban nem fizetett egy forint adót sem cége eladásakor. Az együtt szerint éppen ezt akarta elérni azzal, hogy nem készpénzért adta el. Lehet, hogy adóhiány is felmerül, ezért a miniszterelnöknek őt fel kellene mentenie, mert ilyen közszolgára nincsen szükség ennek az országnak. Elfogadhatatlan szerintünk az, hogy Girószász András adja és veszi a saját cégeit, miközben mindenki tudja, hogy ez valójában az ő cége. Egy bevétel akkor adok, amikor megszerzem. Ha hitelre adom el, akkor nem. A Híradó által megkérdezett adószakértő azt mondja, csak akkor kell adót fizetni, ha az eladó megkapja a pénzét. Hasonló eset azonban a NAV vizsgálatot indíthat, és ha kiderül, hogy valaki csak azért jár el így, hogy ne kelljen adót fizetnie, azt megbüntetheti. A polgári jogi szempontból teljesen szabályos. Csak adózási szempontból ez a fajta trükközés, ez adó elkerülése irányul, ezt pedig súlyosan szankcionálja az adóhatóság. A miniszterelnök főtanácsadója Híradónknak telefonon visszautasította, hogy adóelkerülés miatt trükközött volna a Strategopolisszal. Szerinte csak annyi történt, hogy miután lemondott az államtitkárságról, úgy döntött, nem munkavállalóként, hanem tulajdonosként tér vissza a cégéhez.